A személy jövedelemadó bevallási tervezet már több mint 2 hete elérhető a webes felületen. A tervezetet érdemes átnézni, összehasonlítani a munkáltatóktól, kifizetőktől kapott igazolásokkal, és szükség esetén módosítani, majd beküldeni. A jóvá nem hagyott tervezet az egyéni vállalkozók, a mezőgazdasági őstermelők és az áfa fizetésre kötelezettek kivételével a május 20-ai határidő lejártát követően automatikusan bevallássá válik. Aki olyan jövedelmet is szerzett tavaly, amelyről a NAV-hoz nem érkezett kifizetői adatszolgáltatás, például magánszemélytől ingatlan bérbeadásából származó jövedelem, annak a bevallási tervezetet ki kell egészítenie. Hogyha valakinek a személy jövedelemadó bevallásában befizetendő adója keletkezett, az idén is kérheti akár 6 havi pótlékmentes részletfizetés lehetőségét. Abban az esetben, hogyha ez az összeg nem haladja meg a 200 ezer forintot, az első befizetés, az első részletnek a befizetési határideje május 20-a, ugyanúgy, mint a bevallás benyújtásának a határideje. Nagyon fontos, hogyha valaki ezt a tervezetet postai úton kapta meg, akkor ugyanúgy kérheti postai úton is ennek a részletnek a befizetését, tehát a 6 havi pótlékmentes részlet lehetőségét is. Természetesen az első részlet befizetését május 20-áig is teljesíteni kell. Tehát, hogyha valaki egyetért a bevallási tervezetével, akkor nem kell visszajönnie az adóhivatalhoz, nem kell behoznia kinyomtatott formában. Mindenképpen kerüljék az ügyfélszolgálatot, hogyha erre lehetőségük van, abban az esetben is, hogyha online hozzátéréssel nem rendelkeznek. Hiszen május 20-ával ez a bevallás automatikusan tervezett, ez a bevallási tervezet automatikusan bevallássá fog válni. Vagyis, hogyha valaki postai úton kapta meg a tervezetet, és nem szeretne azon változtatni, nincs további teendője. Hogyha valaki viszont módosítani szeretne rajta, érdemes még mindig ügyfélkaput nyitni, hiszen ügyfélkapu nyitást követően ez a bevallási tervezet megjelenik majd ezen a felületen, és lehetősége van online módosításokat elvégezni rajta. Ha a tervezetben visszaigényelhető adó szerepel, akkor a visszautaláshoz meg kell adni a bankszámlaszámot vagy a postai címet, attól függően, hogy miként szeretné visszakapni az adózó az évközben többletként befizetett adót. Ha valaki tavaly több önkéntes pénztárnak is fizetett, a bevallásban kell jelölnie, hogy melyik pénztárhoz kéri a visszautalást.